Ezek alapján gondolhatunk a végeredményre is. Köszönjük szépen! Kérjük, hogy a fotósokat és a kamerákat is várjuk meg, hiszen történelmi jelentőség az első alkalomból mérkőzés és a barátság sportparkban az Endermáján. És egy kicsi ugyan mellére szóljuk azért, hogy a Csomó is van az elnök uron. Polgármester úr, a tornászok focizni is megtanulnak? Nem, de szeretnek mindenképpen. Annak idején gyerekkoromban rengeteget fociztunk, amikor egy kis szünet volt mondjuk két edzés között, az volt az első, hogy fogtunk egy labdát és elkezdtünk játszani. Tehát a tornászok is természetesen szeretnek focizni. Az, hogy magas panelházaknak a lábaihoz is lehet építeni sportpályákat, méghozzá nem is akár milyeneket, hanem igazi kulturált európai színvonalú létesítményeket, ez kevéseknek szokott eszébe jutni. Szerencsére egy Győrben úgy gondolják, hogy a lakótelepiek is részei a városnak, és akik itt a lakótelepeken laknak, azoknak is szükségük van, az ő gyerekeiknek is szükségük van mozgásra. Annak idején, mint egy 20-25 évvel ezelőtt, ez a barátságpark számomra rengeteget jelentett. Rengeteget jelentett, mert mint egy 500 méterre laktam, és szombaton, vasárnap mindig kilátogattam ide, és itt találkozhattam barátaimmal, fociztunk, jól éreztük magunkat. Én szeretném hinni, hogy a 2010-es év mindannyiunk számára, egész Magyarország számára a remény éve lesz. Ahol a rombolás szelleme után végre az az építő szellem uralkodik majd Magyarországon, amely építő szellem a Győr város képviselőtestületét és a polgármestert is vezette, amikor ennek a beruházásnak a támogatása és kivitelezése mellett döntött. Győr városnak a felszerelés, a mai napon ebbe fogunk játszani. Nem azért mondtam, hogy játszom, de fogad szerezettel. Erre az alkalomra készítettük. Hát aláírás pénz kérdése, tehát ebből képes vagyok. Nem az volt, hogy a járjuk István? De ez a szponzor, itt a szponzor kérdés. Itt értem le a gyermekkoromat, tehát nagyon-nagyon szívemhez ölt ez a terület, és egyértelmű volt az, hogy itt valamit kell tenni. Lakótelep közepén több tízezer ember lakik itt, és mindenképpen sokan építkeztek itt, építkeztünk, nézték az emberek, gyerekek, hogy mi történik itt, és most pedig a mai nappal várták azt, hogy valami szép épült meg, és bejöttek, és elkezdtek játszani, futni, sportolni. Tehát ez egy nagyon jó érzés. Sokat segítettek a kollégák, köszönet érte természetesen, és hát okos ügyes gazdálkodással hozzá tegyen, mert valóban nem nehéz, nem egyszerű ebben a helyzetben ma Magyarországon és Győrben sem. De hát még vannak azért terveink, tehát ez valahol egy kezdet, és hát szeretnénk folytatni ezt. Én mindig is azon az állásponton voltam, hogy nem a kormánynak kell megváltóként megérkezni egy-egy falura, lakótelepre vagy éppen városba, hanem oda kell menni, és azt kell mondani az embereknek, hogy na hát akkor beszéljük meg, hogy a következő időszakban szerintük mi volna itt a legfontosabb. Aztán, ha ebben egyetértésre jutottak egymással, akkor mondjuk, nézzük meg, mondják meg, hogy mit tudnak ők ehhez hozzátenni, mit tudnak megmozgatni. Itt élő emberek munkaórában, esetleg pénzben, az önkormányzat van, és ha már mindezt tudjuk,
hogy mit akarnak, mit szeretnének, és mennyi helyi erőforrás áll rendelkezésre, és az nem elegendő, no akkor jöjjön az állam, és mondja azt, hogy ez egy olyan dolog, ami nem csak az itt lakóknak fontos, hanem az egész ország számára érték, és akkor társuljon be a kormányzat. Én azt gondolom, hogy ez az a fölfogás, az a gondolkodásmód, amire szükségünk van, meggyőződésem szerint nekünk nem csak mást kell csinálni, ha kormányra kerülünk, hanem másképpen is kell csinálni. A másképpen pedig azt jelenti, hogy az emberekkel kell együtt kormányozni, és hogy mire van nekik pontosan szükségük, azt leginkább tőlük kell megtudni, és velük együtt kell utána megvalósítani az ő közös terveiket. Ez a kormányzatnak a dolga, nem pedig az, amit most látunk, hogy hátat fordítanak az embereknek, nem törődnek az egészségügyel, nem törődnek a betegekkel, nem törődnek az orvosokkal, nem törődnek a gyerekekkel, elveszik a gyerekek menzáját, ugye kétharmadát elveszik a gyerekek ebédjéből, miközben talicskán tolják ki a pénzt a BKV-ból. Szóval ez a gondolkodásmód, amely hátat fordít az embereknek, ez a kormányzati módszer, ez nem vezethet máshova, csak oda, ahol most Magyarország tart. A következő kormánynak az emberekkel közösen kell kormányozni. Hello.